Az egykor szebb napokat megélt Tatabányai stadionban a Dorog vendégeként lépett pályára a szombatei haladás az MB2-es labdarúgó bajnokság 29. játéknapján. Hatalmas hazai lehetőséggel indult a találkozó. Simmer utolsó emberként passzolta el egy labdát, így Kanalas egyedül törhetett kapura, de a Dorogi támadó nagyon gyengén fejezte be az itszert. Nem kellett sokat várni az első hali helyzetre sem. Bosnyák bedobását Jancsó csúsztatta meg a röviden, majd Tóth Milán közeli fejese fél méterrel mellé ment. Az első fél idő derekánál jártunk, amikor német Milán végezhetett el egy szabadrugást jó 25 méterről. A ballábas próbálkozás szemmel védte a dorok kapusa. 5 perccel később Dragoner kapott jó indítást a védők mögé. A hali csatára kapust át tudta emelni, de a visszazáró hátvédek végül felszabadítottak. A félidő hajrájában a hazaiak is célba vették Verpec kapuját, Riaskó távoli lövése azonban egy méterrel mellé szállt. A második félidőre a sérülésből visszatérő házi király, Megyes Zoltán, valamint német Mário is beszállt. A játék elején utóbbi gondolt egy merészet távolról, 30 méteres lövését lehúzta a dorogi hálóőr. Jóval többet birtokolta a labdát a hali, de a 64. percben a dorog is veszélyeztetett. Kanalas, alsó sarokba tartó lövését bravúrral tolt a szögletre verpec. A 83. percben Kállai jobboldali beadását meggyes fejelte kapura, de a léc alá labdát borsos kiszedte a sarok elől. A hosszabbításban a német Márió szabadrugását is maga biztosan fogta a dorogi hálóőr, így a szombathelyi haladás hiába támadta végig a találkozót és alakított ki rengeteg helyzetet, azokat nem tudta góra váltani, így be kellett érnie a 0 0 ás döntetlennel. A következő fordulóban a kéthetes válogatott szünet után a nyíregyházát látja vendégül a hali.